Stefano, milyen kapcsolatban állsz, illetve hogy kerültél kapcsolatba az Oxo Racing Team-mel? Ez már régóta, hogy meg a Jobbágyi Ákossal nagyon sokszor targáltunk is, nagyon sokszor meghívott versenyeken, meg annak régen, és nagyon szívesen mindig elfogadtam a meghívást, mert hát mégiscsak automotorsportról beszéljünk, amit a szívem csücske, és ezáltal úgy utána belépett a Laci, akkor vele is tartottam a kapcsolatot, és mai napon köszönjük szépen, hogy meghívtatok, és itt vagyok ennek a szép rendezvénye, és ennek a szép alkalmát, hogy a 10 éve telett az Oxo Racing Team. Mit szólsz hozzá, hogy egy magyar csapat 10 éves jubileumát ünnepli, hogy azért nehéz körülmények között lehet azért, nem csak Magyarországon, az egész világon nehéz az autósport, vagy a technikai sportok, de hogy valaki Magyarországon egy 10 éves jubileumot tud ünnepelni, ez nagy dolog. Ez hatalmas nagy dolog, én tudom a legjobban, tényleg, hogy ez azt jelenti, hogy nem csak a passion az, amit viszik továbbra az egész csapat, hanem azt is, hogy a összetartását, még természetesen ez a elszántságát, ami igazából a motorsportban, tudod, én nem szeretem bántani semmi más sportágat, de nálunk nincs például TAO, nincs semmit. Mi hát azért dolgozunk és azért csináljunk, mert abba bízunk, hogy lesznek olyan partner, mint nektek is, aki majd utána segíti, mert hiszik bennek, hogy jó dolog csináljunk. És ezt mutatják, az eredmények itt vannak hátul, lehetne mutatni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez már maga az alátámasztását, hogy tényleg, hogy nagyon jól csináltatok, és csináljátok.